Sok szeretettel köszöntöm a Szombathely Televízió kedves nézőit hétfő este 17:15, ami azt jelenti, hogy indul a Szombathely Televízió sportmagazin műsora, az Aréna. Igyekeztünk a mai műsort is mindenféle választékos témákkal megtölteni, hogy mindenki megtalálja a maga számítását. És akkor forduljunk is rá az első beszélgetésre. Szeretettel köszöntöm stúdió két vendégét, Eckler Juditot, és Hurtig Pétert, akivel a sportszakmai napról fogunk beszélni. Egy elég hosszadalmas és bővelkedő erőkészületekből gazdag időszakot tudhat az egyetem a háta mögött. Ugye az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemről beszélünk, annak szombathelyi karáról, egész pontosan a Sporttudományi Intézet jóvoltából valósulhatott meg ez a sportszakmai nap. Hogyan épült fel, mennyi előkészületet igényelt, és kiket céloztak meg első körben? Jó estét kívánok én is! A Sporttudományi Intézet ugye az ELTE pedagógiai és pszichológiai karának egy szombathelyi intézete. Sportszakos képzéssel foglalkozunk, és már évtizedes hagyománya az intézetünknek, hogy szemeszterenként tartunk egy szakmai napot. Hol szakmai napnak hívjuk, hol sportszakmai napnak, de mindenképpen úgy próbáljuk felépíteni, hogy legyenek benne mozgásos tevékenységek, lehetőleg a hallgatóink bevonásával, illetve egy-egy témakör, ami a szakmai nap központi témája, annak elméleti megközelítése is. Ebben az őszi szemeszterben az olimpia volt a témánk. Hogyan adta magát a téma? Hiszen ugye nyilván a tavalyi évről ugye halasztották az idei esztendőre, sőt, hát a közelgő téli olimpiát is vehetjük alapul 2022-est, ugye? Ugyanakkor a diákoknál nyilván fel kellett mérni, szondázni a helyzetet, hogy mire vevők inkább, mire nyitottabbak, gondolom ez így történt. Igen, a kollégákkal mindig leszoktunk ülni az adott fél évben, ugye ez egy minden fél évben előkerülő szakmai rendezvény. Ahogy Judit is mondta, szeretjük a gyakorlatot és az elméletet így összehozni, és a tudományt összehozni, párosítani. És az olimpia az adta magát, és úgy gondoltuk, hogy jó lenne a fiatalok számára is közelebb hozni lehetőség szerint olyan tudományos kutatásokat, anyagokat, illetve olyan sportolókat, akik a saját bőrükön tapasztalták meg ezt a speciális vagy különleges olimpiát, és hogy egy-két dologról meséljenek nekik, nekünk, hiszen nekünk is nagyon érdekes lehet, hogy mi történt kint Tokióba. És kicsit visszatérve a szakmai részére, ott pedig igyekeztünk olyan játékokat kitalálni a hallgatók számára, ami az olimpia szellemiségében egy kicsit viccesebb, szórakoztatóbb jellegeket ölelt, és egy hallgatók egy részével szakmai gyakorlatként közösen csináltuk meg. Ennek a programnak amúgy a mozgató rugója Kivés István volt, és ő nagyon jól mozgatta, illetve koordinálta le a hallgatókkal ezeket a programokat. Fontos ezt kiemelni, hogy közösen a hallgatókkal, tehát hogy ez nem csak úgy működik, hogy mi valamit kitalálunk, hanem szeretjük őket kicsit így beledobni a mély vízbe, és folyamatosan gyakorlatoztatni őket. És erre lehetett a többi év folyamnak is jelentkezni, nyilván nem csak sportszakosoknak, de mivel ilyenkor csak a sporttudományi szakos hallgatóknak van alapvetően tanítás nélküli munkanapjuk, ezért ilyenkor kevésbé jelentek meg nem sportszakosok. Én úgy ítélem meg, hogy jó, sikerült és élvezték talán a hallgatók, ha lehet így fogalmazni. Ugye a kínálatot végignézve lehet mondani, hogy sikerült minden igényt kielégíteni, hiszen az előadások, kerekasztal beszélgetések, élménybeszámolók mellett azért a sport mint gyakorlati foglalkozások, versenyszámok is ugye visszaköszöntek, akár csak a labdarúgó gálát, aki lehet ezt még pluszba emelni. Ugye a tavalyi esztendő abból a szempontból nehézkes volt, hogy az egész előadássorozat, illetve a szakmai napot azt az online térbe kellett helyezni. Hogyan sikerült ezt mondj átlépni ezen az árnyékon, hogy visszataláljunk úgymond a régi, jól bevált kerékkötésbe? Az elmúlt fél év szakmai napja az e-sportról szólt, tehát ott is megtaláltuk a működőképes változatot, de nagyon erős volt bennünk a törekvés, azért mert a hallgatóink kifejezték minden lehetséges módon, hogy próbáljuk meg újra jelenlétiben ezt a rendezvényt. Így nem volt kérdéses, hogy ha megengedi a vírushelyzet, akkor jelenlétibe dolgozunk.
Ahogy Péter elmondta ennek a logikáját, erre még szeretnék egy kicsit árnyalni és ráerősíteni. Ugye nem arról van szó, hogy egy témával csak pusztán foglalkozunk, hanem ez minden szempontból egy tanulási folyamat is a sportszakos hallgatóink részére, függetlenül attól, hogy tanárszakosak, rekreátorok vagy éppen sportszervező szakosak. Tehát a legtöbb hallgatónak szervezői, rendezői, kitalálói szerepe is van ebben a folyamatban, hiszen ez is egy gyakorlat. Tehát ugyanolyan szerves része ez a szakmai nap az életünknek, mint a tanulmányok többi része. Még talán azt is megkockáztatom, hogy a személyes tapasztalat gyakran többet ér, mint az elméleti anyag, tehát itt valóra lehet váltani szervezés szempontjából és azokat a dolgokat, amiket tanultak. És akkor a tematikában pedig úgy gondolkodtunk, hogy jó olyan témát választani, ami érinti a hallgatókat, van valami személyes kötődésük hozzá. És ez emberileg is így van, hiszen a meghívottunk Eckler Uca kortársa a jelenlegi hallgatóinknak, és mivel ugye szombathelyi és Szombathelyen nőtt fel atlétaként is, nagyon sok hallgatónkkal együtt edzett. Tehát ezek az érintettségek nagyon komoly hangsúllyal tudnak szerepelni egy ilyen programban. A másik érintettség pedig ez a szakmaiság, hogy a sportszervezős hallgatók együtt a kollégákkal, az imént említett Kivés Istvánnal, illetve Péterrel, aki a délelőtti gyakorlati programok kitalálója, de a hallgatók kellettek ahhoz, hogy ezeket a játékokat meg lehessen próbálni, kialakuljon a végső formája, kellett az a típusú informatikai háttér, ami szintén a hallgatók és Péter együttműködéséből alakult ki, hogy valós időben rögtön fölkerültek a telefonos üzenetek alapján az eredményjelzőre, a részeredmények a különböző helyszínekről, tehát egy nagyon kompakt gyakorlási lehetőség volt a hallgatóknak. A délutáni elméleti jellegű programban ugyanilyen erős volt az, hogy sportgazdasági, kicsit sporttörténeti szempontból is körülnézhettünk itt az olimpia témakörében. A sportgazdaság, ez egy nagyon-nagyon érdekes témakör volt, ott volt szerencsém én is bőven belehallgatni, hogy a tokiói olimpiának milyen hatása volt, hogy csúsztattak ugye egy évet, ez gazdasági szempontból mennyire volt az a gazdasági anyagi érdekekben nehézkes, vagy éppenséggel sikeres. Hogyan lehetett ezt a diákok számára is fogyaszthatóvá tenni? Hiszen nyilván a számok mögött azért az eladhatóság is fontos, ilyenkor nyilván a gyerekek szempontjából. Hát erősen törekszünk arra, hogy arányok legyenek. Tehát ezért a délelőtt nagyon sok mozgásos programja már megadta az alaphangulatot. A délutánban pedig, hogy a meghívottak azért jelentenek vonzerőt, akik nagyon érdekelték hallgatóinkat, és gyakorlott kollégák beszéltek a sportgazdasági kérdésekről, szintén egyetemi oktatók, ugye a TÁS intézetből, Budapestről, és tudnak úgy beszélni erről, hogy az megpendíti azokat a húrokat a hallgatókba, hogy ja, tényleg ezt tudtam, de hogy ennek ilyen összefüggése van, és ennek meg ott van a vége, ja, tényleg. Tehát, hogy ezek a ráismerések gyönyörűek az ilyen szakmai napos előadásokban, hogy a rész területeken tanultak, lehet, hogy éppen itt állnak össze egy egészé. Elképzelhető, hogy van egy kis, hogy is fogalmazzak, egy lehetőség a diákok számára, egy olyan ajtót nyitnak meg számukra, amik mondjuk az adott sportágon túl érdeklődést váltanak ki belőlük. Abszolút el tudom képzelni, hogy szakdolgozati témák, vagy tudományos diákköri munkák téma ötlete pattanik itt ki. Forduljunk rá egy kicsit a gyakorlati részére, hiszen ahogyan beszélgetésünkben többször elhangzott, az olimpia volt a fő irányvonal, illetve csapásvonal. Milyen elemeket próbálhattak ki úgy a diákok? Hát gondolom nyilván minden testrészre figyeltetek, hogy meg legyen alaposan mozgatva. Igen, bocsánat. Hát, hogy vicces példákat hozzak, ugye nyilvánvalóan nem tudtunk egy úszómedencét bevinni a sportcsarnokra, bár erre is voltak ötletek, hogy felfújható módon ezt hogyan lehetne megvalósítani, de például a négyes váltót azt úgy próbáltuk vicces formába önteni, hogy egy gördeszkát vettünk alapul, és a gördeszkán kellett a hallgatóknak a vegyes váltónak az úszás nemeit alkalmazni, tehát értelemszerűen, hogyha hátúszás volt, akkor háttal kellett egy adott távat karmozdulattal, lábtempóval megtenni a hallgatókkal, gyorsban értelemszerűen fordítva, pillangó is nagyon vicces volt, tehát hogy így próbáltuk egy kicsit ezeket az olimpiai dolgokat behozni, de volt célba dobás ugye kézlabdával vagy vízlabdával, az atlétikának a
a futószámaiban volt egy fél csarnokkör váltóbottal, a magasugrást és a rudugrást imitálva kellett trambulinról szökkenve, hogy átugrani egy adott magasságot, amire pontot kaptak. Volt céllövészet, volt vívó törrel, lufira vadászat, tehát hogy mindenféle olyan jellegű dolgot próbáltunk belehozni, ami érinti az olimpiai játékot. Nyilvánvalóan tényleg egy kicsit ilyen viccesebb formába, és azért az időre, meg a szervezési dolgokra oda kellett figyelni. És a gyakorlati részén, tehát a vetélkedő részén volt egy döntő, ahol az első két helyezett csapatnak egy szellemi vetélkedője is volt, ahol olimpiához kötődő kérdéseket tettek fel nekik, és ezzel kapcsolatban lehetett még egy kicsit így elhúzni, illetve vagy szorosabbá tenni az eredményt, és a győztes csapat pedig az oktatói gárdával méretette meg magát egy gálafoci mérkőzésen, aminek nagyon pozitív visszajelzései voltak. Hát szerencsére megnyertük ezt a mérkőzést, ha nem nyertük volna, akkor azt gondolom, hogy jó pár hónapig hallgathattuk volna a hallgatóktól, úgyhogy nekünk is ez egy ilyen presztízs jellegű dolog, hogy kiálljunk és jól szerepeljünk ellenük. Közel volt egyébként a barátságos döntetlen, de aztán egy volt tanítványunk, egykori hallgatónk Simmel Szabolcsot is beigazoltuk ebbe a gárdába, hiszen ő is testnevelő tanárként végzett nálunk, és hát ő egy előre ívert labdát, amit passznak szánt, azt a kapus beejtette, úgyhogy szerencsére ezzel a góllal tudtunk nyerni. Tényleg nagyon jó hangulatú volt, és szerencsére nem nyomta rá ez a helyzet erre a dologra, erre a rendezvényre a nyomait, bár nyilvánvalóan figyeltünk azért a jelenlegi helyzetre, a hallgatóknak, ugye, akik nem sportoltak, mozban kellett részt vennie ezeken az eseményeken, úgyhogy ugye maga az ELTE, az egyetem már az év elejétől kezdve odafigyel ezekre az intézkedésekre, és a hallgatóink azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon magas százalékban szintén figyelnek egymásra is, mind az oltás szempontjából, mind a maszkviselés szempontjából, úgyhogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy büszkék lehetünk rájuk. Pont ezt akartam egyébként felvetni, hogy a kedves nézőkben esetleg megfogalmazódna, egyébként a beszélgetésünk alatt bejátszásra nyilván követhették a helyszíni képeket, amiket rögzítettünk ugye a szakmai konferencián is. Ugyanazt akartam egyébként mondani, hogy a Covid helyzetnek köszönhetően már a kezdetén az egészség megóvás volt a fő célja az egyetem, de egyébként bármely részéről is beszélhetünk. Ugyanis, ahogy mondtad is, a sportolókon, akik nem vettek ugye részt, azokon végig maszk volt. Véleményed szerint ez mekkora lökést adhat a gyerekeknek? Mert szezon elején azért itt beszélgetünk, főleg sportból, hát ugye nyilván sportmagazin műsorról beszélünk. Volt szerencsénk beszélgetni néhány sportolóval, akik mondjuk nehezen élik meg ezt a, hát az életünk rendjét, ugye átvariálta ez a Covid helyzet. És mekkora lökést adott nekik egy ilyen sportszakmai nap, amiből tényleg azért a felszabadult nevetés, kacagás, mozgás, és természetesen azért a tanulás is benne volt egy más pozícióból. Hát igen, mi is piszkos úr nehezen éljük meg az elmúlt időszakot, tehát azért gyakorlati oldalról jövünk, gyakorlati oldalon oktatnak a kollégák is folyamatosan, és azért ezt a dolgot online világba áthelyezni, hát majdnem, hogy lehetetlen, tehát ugye mindenféle tömbösített meg egyéb megoldásokkal kellett megoldani tényleg ezeket a helyzeteket. A hallgatóink is nagyon nehezen, az oktatók is nagyon nehezen viselték, és mi magunkat is, hogyha a sportszolgáltatás részét is nézzük, újra kell magunkat teljesen építeni. Hát az elmúlt másfél év, lassan két év az nagyon sok mindent tönkretett, és ahogy mondod, ezek a kis rendezvények, ez a rendezvény is nagyon sokat lökött ebbe pozitív értelembe a dologba, mert újra a hallgatók tényleg egy közösség részének érezhették magukat, végre nem az volt, hogy csak így találkozgatunk, hanem versenyhegtek is egymással, hiszen az estét egy sport szakmai szakesttel zártuk, amit a hallgatók szerveztek, a hallgatóknak és minket is meghívtak rá, nyilván van ott is figyelve a szokásos, illetve a mostani előírásoknak azért. Nem minden esetben volt annyira közvetlen ez a dolog, mint ahogy szokott, de mégis találkoztak, mégis jól érezték magukat, mégis személyes kontaktokon keresztül ment ez a dolog. Azt gondolom, a sportban ez rendkívül fontos, a személyes kontakt, a személyes találkozás. Úgyhogy én nagyon úgy érzem, hogy ez egy jól sikerült rendezvény volt, a hallgatók oldaláról is ezek a visszajelzések.
Ha még egy kicsit arra is reflektálhatok, amit az elején felvezettél, hogy mennyire nehéz, mindnyájunknak nehéz, nekem is nehéz felvenni a maszkot, hiszen sokkal jobban érzem magam nélküle, de a jelenlegi helyzet az megköveteli, hogy példát mutassunk, hogy a sportolóink, a hallgatóink, az oktatóink mind példát mutassanak, hogy minél hamarabb túl legyünk ezen a dolgon, ezen a Covid helyzeten, és én nagyon bízom benne, hogy jövő ilyenkor már azért sokkal, de sokkal. Ha lesz is valamilyen hullám, akkor az nem hullám lesz, hanem maximum egy kis hullámocska, vagy még az se, és akkor végre talán minden visszakerül a régi kerékvágásba, mert így nagyon nehéz tényleg létezni. Mennyi idő volt előkészíteni úgy ezt a rendezvény sorozatot, illetve szakmai napot, hogy hát nagyon lógott a levegőbe esetleges megszorítások, félni attól, hogy bármelyik pillanatban lehúzhatnak, becsukhatnak mindent, akár online térbe helyezhetik az oktatás, és akkor így a sok előkészület munka az lényegében vagy csúszik, vagy ment volna a levesbe. Ez egy nagyon hosszú folyamat, gyakorlatilag mindig elkezdjük a szemeszter kezdetékor. Tehát szeptember óta formálódik a rendezvény. Ugye az első kör mindig az, hogy mi legyen a fő témakör, és akkor körbe járjuk, hogy kiket érdemes, kiket szeretnénk, kiket tudunk valóban meghívni, aki részt tud venni ezen az eseményen, illetve, ahogy már említettük, ez a gyakorlati, mozgásos, illetve elméleti arány, hogy tényleg olyan legyen, hogy a hallgatók örömmel vegyenek rajta részt. Szerintem az előkészület egyik fontos momentuma volt, hogy ahogy a hallgatókkal is mindig beszélgetünk a dologról, a másodévesek néztek ilyen nagyon, miről is beszélek? Mert hogy valóban a jelenleg másodéves hallgatóinknak még egyetlen szakmai napjuk nem volt a valóságban, tehát ez is nagyon inspirált minket abba, hogy próbáljuk meg az utolsó pillanatig. Az elmúlt csütörtökön, tehát a szakmai napunk előttén ugye a kormányinfót elég aggodalommal hallgattuk, mert bármi megtörténhetett volna. Tehát volt egy lebegtetett B-terv, hogyha esetleg már ezt a létszámú rendezvényt sem lehet jelenlétiben megtartani, akkor mit lépjünk, de hát szerencsére erre nem került sor. Ilyenkor megfogalmazódik esetlegesen, ahogy említette, B-tervként, hogy milyen gyors és alternatív megoldásokban lehet gondolkodni, pláne az időrövidsége miatt is? Egyértelműen, de a közös gondolkodás most azt mondta, hogy nem csinálunk több online-t. Tehát, hogy egész egyszerűen egy olyan jellegű programot állítottunk össze, aminek az ütős ereje a jelenléti mozgásokban volt, mint ahogy Péter már említette, a nap végén ez a hallgatók által szervezett szakás, tehát ez így ad egy kerek ívet. Azt hiszem, hogy az lett volna a döntés egy megszorításban, hogy halasszuk el egy fél évvel. Még egy gyors kérdés zárszóként. Közeljövőben lesz-e bármiféle kezdeményezésetek, vagy mit terveztek a közeljövőben a hallgatók számára? Leginkább azt, hogy be tudják fejezni a fél évet. Azt hiszem, hogy most senki nem igényel további programot, hiszen hátulról a harmadik hetet kezdtük meg az őszi fél évhez, tehát most minden hallgató, javaslom is, hogy teljes mellszélességgel forduljon rá a feladatai teljesítésére, és ehhez innét is drukkolunk nekik. Viszont tavasszal szeretnénk, és nagyon bízunk benne, hogy sokkal jobb lesz a helyzet, és azért azt hadd mondjam még el, mert itt beszéltünk sok mindenről, de azért ennek a programnak a létrejöttéhez azért kellett dr. Kis Geosis Beatrix, dr. Nagyvárdi Katalin és Tóth Dávidnak is a közreműködése. Ők a szakmai napnak az elméleti részében nagyon sokat dolgoztak, hogy ez megvalósuljon. Bocsánat, hogy ezt azt gondolom, hogy ez a minimum köszönet a kollégák irányába. Úgyhogy remélem, hogy tavasszal, igen, hogyha túlesünk ezen a téli időszakon, a hallgatók a vizsgaidőszakon, az államvizsgákon, a szakdolgozatokon és minden egyéb dolgon, sítáborról nem is beszélve, de hát még ugye az is a levegőben van a jelenlegi helyzetben, akkor reméljük, hogy azért tavasszal egy következő sporttudományi szakmai napot is együtt ünnepelhetünk és együtt szervezhetünk. Köszönjük. Eckler Judit intézetvezetőnek és Hurtig Péternek nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Mi pedig folytatjuk azonnal erős sporttal. A sportszakmai nap után, ahogy ígértem, erős sporttal folytatódik az Aréna sportmagazin műsorunk. A stúdiónk vendége Antal Zsolt, aki a szombathelyi gladiátorok színeit képviseli. Szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat. Üdvözöllek én is, és üdvözlöm nézőket. Hát szombathelyi gladiátorok, nem egy hosszú életű egyesületről van szó, ha lehet így fogalmazni, ugyanakkor hát szószoros értelmében és átvitt értelemben is erőtől duzzadtok. Így van. Hát igazából 2018. decemberében alakítottuk az egyesületet,
10 fővel, tehát a minimál létszámmal, amivel ugye meg lehet alakítani. Aztán a 19-es évfolyán egy 2-3 emberke így becseppent, tehát így igazából próbáltuk összeszedni azokat az embereket, akiket ez a sport érdekel. Aztán igazából a nagyobb áttörés az úgy a tavalyi év elején, bocsánat, az idei év elején volt, amikor így 21 főre feldúzott a létszámunk. Hát közben azért jönnek, mennek emberkék is, tehát azért van mozgás, tehát valaki kipróbálja magát. Volt olyan emberkénk, aki eljött egy-két versenyre, azt mondta, hogy utána elmegy testépíteni, tehát nem mindenki marad meg ennél a sportnál. Igazából én úgy érzem, hogy csak a fanatikusabb része, mert ezt így csak úgy, tehát nem lehet csinálni csak úgy, hogy mellékesen, tehát erre teljesen rá kell hangolódni erre a sportra. Hát volt szerencsénk találkozni már ugye éles körülmények között, helyzetben is, amikor dolgoztatok. Hát lehet azt mondani, hogy nagyon nagy koncentrációt és odafigyelést igényel, már csak azért is, mert rettentő nagy súlyokkal dolgoztok, és hát ebben nagyon-nagyon könnyen magába hordozza a sérülés veszélyt is. Így van, így van. Van nekem is, tehát mondom, akkor volt triceps szakadásom, hát hála Isten ezeken túl kell lépni. Tehát ugye az emberi szervezet nem arra van kitalálva, hogy 300 kiló feletti súlyokat mozgasson, de mégis engem valamiért ez visz elére, és így többieknek is próbálom átadni ezt a dolgot, és elég sok ember, akit ez érdekel. És mint mondtad is, elég sokan vagytok, attól függetlenül, hogy jöttek-mentek egy egyesületen belül, és azt is lehet, sőt hozzá is tenném, ki is emelném, hogy ez nem csak a férfi nemet, illetve az idősebb a mi generációnkat mozgatja meg, hanem már egész kicsi kortól, sőt még a hölgyeket is. Így van. Hát jelenleg 3, sőt nem 4 női versenyző van, bocsánat, csak a Jennifer az éppen most nem aktív. Pont most egy hónapja jött hozzánk egy új hölgy, aki nagyon motivált, remélem lesznek is eredményei. Hát az Eszti azért a világbajnokságon már úgy, hogy az idejében kezdett ezzel foglalkozni, ő elhozta az első helyet Lengyelországból. De jó, hát ő neki volt sportolói előélete, tehát ő azért komolyan foglalkozott ezzel. Meg van Jessica is, aki ugye tavaly kezdte el, hát ő benne is van spiritus, ő is nagyon motivált, viszont hát ugye még fel kell építeni. Mennyire szükséges ilyenkor, hogyha valaki koketálna tudat alatt azzal, hogy ő ki szeretné magát ezzel próbálni, vagy lelkesedést érezne, hogy mindenképpen szeretne foglalkozni, hogy mondjuk sportolói múlt előélete legyen? Hát igazából szerintem nem szükséges, annyi, hogy ugye a mozgás tanulás az tovább tart. Tehát azért mondjuk egy testépítőnek nem kellett elmagyarázni, hogy kell googolni, hanem azért ő ezt tudta nagyjából. Egy kicsit maximum finomítottunk a technikán, és akkor ezzel meg volt oldva. Hát aki meg alap szinten jön oda, tehát hogy nincsen sportolói múltja, ővele úgysem terhelünk egyszerre. Tehát ez hozzá kell szoktani szervezetet, ízületeket, mindent a mozgáshoz, meg a súlyokhoz. És akkor nem lesz szakadás is, ugye. Tehát amikor nekem voltak ezek a szakadások, ugye akkor egy kicsit én még fej nélkül mentem, ezek az egyesület előtt voltak, tehát én akkor ezt egyedül csináltam ezt a sportot, és ezért próbáltam így magam el visszadni embereket, hogy a szervezettebben orvosi felügyet vettem, a sportorvoshoz kell járni, ugye. Ilyesmik vannak, tehát most már. Ezért fogalmazódott meg egyébként bennetek az, hogy ezt egyesületi szinten kellene csinálni. Egyrészt többen vagytok, tudjátok egymást is segíteni, könnyebben észreveszitek esetleg a hibákat. Tehát, igen, egy edzés az így nagyon-nagyon könnyű. Tehát amikor 4-5 ember áll mögött, és gyerünk, megcsinálod, és tehát biztatja a másikat, úgy sokkal könnyebb, mint egyedül mondjuk egy garázsba, akkor googolsz, és konkrétan van egy segítőd, aki... Mert ugye kell egy segítő mindenképpen, mert ezt egyedül nem lehet csinálni. Hiába egyéni sport, ezt egyedül nem lehet csinálni. A felkészüléseket szoktam látni, illetve volt szerencsém, mint mondtam, edzésetekre bepillantani. Tényleg családias a hangulat, és nagyon-nagyon motiváljátok is egymást. Hogyan tudtok még plusz erőt adni egymásnak, nem csak nyilván szavakkal, hanem tettekkel is, hogy csiszoljátok esetleg egyes fogásnemeknél a gyakorlatokat? Hát például googolásnál is, amikor segítő mögötted áll, akkor kontrollálja azt, hogy ne dőlj előre, és akkor ugye oké, hogy ez segít a mozgásban, tehát nem a tiéd a googolás,
de viszont mégis próbálja az agyat arra izélni, hogy hátul maradjon a súlypont, és ezáltal akkor rögzül ez a mozgás, és akkor könnyebb lesz a következő. Aki esetleg nincsen annyira felvilágosult, nem látott még erőemelő versenyt, hogyan épül fel mondjuk egy verseny, illetve milyen fogásnemek, ugye jól tudom, három fogásnemek van, amiben indulhatnak a versenyzőitek. Így van. Hát nemzetközi verseny mindig előtte nap van mérlegelés, tehát előtte este, ugye akkor összeállítják a startlistát, és akkor googolással kezdünk. Nem ugye három googolás, ugye negyedik, és ki lehet menni, aki világcsúcsot csinál. Ezt követi a fekvenyomás, ebből is három fogást kell produkálni, és akkor a végén van a felhúzás, és akkor ennek az összetettje adja az eredményt, ami alapján elbírálják a versenyt. Ugye mondhatod, hogy az idei esztendő egy nagyon nagy ugrás volt az Egyesület életében, létszámilag is, meg eredmények tekintetében is. Kicsit azért menjünk az év elejére is, hiszen a koronavírus helyzet azért a ti eseteteket sem könnyítette meg abból a szempontból, hogy a versenynaptár az szinte minden sportágra rányomta a bélyegét, és nem lehetett tudni pontosan mikor, hol lesznek versenyek, és hogy tudtok egyáltalán indulni. Így van. Hát hála Isten azért az edzésünket ugye meg tudjuk tartani. Mi a Dobóesélynek a sugárúti csarnokában edzünk ott a hátsó részem. Csak egyesületi tagok vannak, és így tudunk így edzeni a járvány alatt is. Hát a korona az úgy tizedelte meg az egyesületet, hogy az egyesület egyik fele az tavaly októberben lett beteg, a másik fele most beteg. Pont ebben részt most 3-4 emberke koronás. Lehet, hogy át is adtuk egymásnak, pedig ő azért elég sokat oltott az egyesületbe, de ezt az oltottak is elkapták mégis. Na most akkor felkészülésünket azt tudtuk csinálni, tehát én bíztam is abban, hogy a tavaszi versenyek is meg lettek tartva, aztán igazából mégis elmaradtak, tehát igazából június környékén indult be a versenyszezon. Annyiban volt jó az új tagoknak, akik évelején jöttek, hogy volt egy-két ilyen helyi verseny, tehát el tudtuk menni ilyen Cutler Beachre, akkor Muscle Beachre, tehát nem egy nagy volumenű versenyek, de ahol mégis azért kicsit beleszoktak a versenyzésbe. És akkor szeptemberben volt a Liga Kupa, ami az egyik főversenyünk, ott 11 fővel tudtunk indulni, hála Isten. És ugye akkor mégsem tudatlanul mentünk oda, tehát egyáltalán bírói jelszavakra figyelni, ilyesmiket ugye azért meg kell szokni, mert az edzés meg egy verseny azért teljesen más. És itt elég jó eredményeket hoztunk el. Szeptember végén volt egy hazai rendezésű világbajnokság, ami ugye már tavalyról lett eltolva, tehát az egy 20-as világbajnokság lett volna. Ez a VUAP szervezet rendezte, Miskolcon volt. Hát azért teljes világbajnokság nem nevezném, mert a tengertúli versenyzők nem jöttek el pontosan a Covid helyzet miatt. Tehát így majdnem így Európa-bajnokság lett, de hát ugye világbajnokság lett hirdetve, itt a környékbeli versenyzők voltak. Itt 6 versenyzővel indultunk, itt a fiatalok nagyon jól szerepeltek. Tehát itt azért megemlíteném, ha már a név szerint meg lehet említeni, Horváth Krisztiánt és Savely Dominikot. Az egyik az ifi versenyző, a másik az junior versenyző. Ők tavaly előtt csatlakoztak az egyesülethez, és harmadosztályi versenyzőből az idén első osztályú versenyzővé produkáltak magukat, így vannak itt minősítési szintek a ligában, és akkor ott ugye kilóra meg van határozva, hogy milyen eredményt értél el, és akkor így be tudod lőni, hogy mégis hol tartasz ebben az évben. Tehát két minősítési szintet ugrottak egy év alatt. Viszont ebbe bele kell tenni a munkát. Pont ezt akartam kérdezni, hogy ez mennyi idő szükségeltetik ahhoz, hogy valaki egy harmadosztályú versenyzőből fellépjen a csúcsig, ha lehet így fogalmazni. Hát pláne fiatal versenyzőről beszélünk, ott egyrészt akár a hormonális rész is szerepet játszik, ha mondjuk érik valaki, tehát ugye mutál a hangja, megváltozhat a magassága, a súlya, izom elosztása, tehát nektek azért elég sok mindenre kell odafigyelni ilyenkor. Így van. Bár mondjuk az ő hormonháztartásukat azt most irigyelném, tehát lennék 18 éves hormonháztartással rendelkezni, szeretnék azzal rendelkezni. Annyiban jó, hogy ők előbb regenerálódnak azért,
Próbálkoztam én még, amikor egyedül edzegettem heti 5 napossal, heti 4 napos edzéstervel, ez sok túlterheli a szervezetet, tehát testépíteni lehet, mert ugye minden nap más testrészt mozgatsz meg. Itt ugye azért a googolás, tehát mi heti 3-szor googolunk, és ezt a szervezet nem pihenik ki, tehát itt heti 3-nál többet én nem javaslok senkinek erőemelésbe. Tehát heti 3 napnál, 6-kor kezdődnek az edzéseink, és azért így 9 óráig azért elhúzódnak. És akkor gondolom, ti is úgy vagytok, hogy mind a 3 fogásnemre azért közben gyakorolni kell is. Tehát nem az, hogy csak az egyiket, vagy kifejezetten specifikus képzéssel próbáltok dolgozni. Igen, azért próbálom összerakni. Tehát ugye a kezdőknek azért van egy kezdő edzésprogramjuk, most már azért elég sokan haladóban vannak. A heti 3 googolás, tehát minden edzésen googolunk. A húzás az egyszer van egy héten, az viseli meg a legjobban a szervezetet. Tehát ott azért olyan mikrosérülések keletkeznek, aminek egy hét kell, hogy a szervezet kipihenje. Fekvenyomásra is most eddig 2-szer próbálkoztunk, most az idén úgy döntöttem, hogy 3 fekvenyomást teszünk be az edzésprogramba. Amikor az edzésprogram így elkészült és sikerült ráhangolódni a kisebb és könnyebb versenyekkel, úgymond a versenyszezonatokra, bármiféle célkitűzésetek volt a szereplésetek illetően, vagy azt mondtátok, hogy szeretnétek először megmutatni magatokat, illetve megnézni, hogy a világ viszonylatban, vagy éppen Magyarország viszonylatban hol helyezkedtek el? Hát én mindig úgy vagy vele, úgy készülök versenyre, hogy egyszer magamat győzem meg. Az idén ez nekem például összejött, most ugye nem róla szól a történet, de tehát az idén csináltam meg először a 800 kg összetettet, ami nekem egy egyéni csúcs, és én nagyon örültem, tehát 2 éve ezt az eredményt hajtoltam. A többiek is úgy vannak szerintem, hogy mindig az előző versenynél többet kell csinálni. Tehát az egy kicsit olyan csalódás, amikor mondjuk érsz el helyezést, és kevesebb a megmozgatott súly, mint az előző versenyen, de mindenki fejlődött. Tehát volt olyan, az Eszti például 80 kg-ot. A 2 verseny között, tehát a három verseny, tehát a Magyar Kupa és a Lengyelországi VB között 80 kg-ot tudott fejlődni. Tehát ő neki nagyon kijött, a többiek is, tehát mindenki pozitívan fejlődött. Szerintem az a lényeg, hogy saját magunkat győzzük le. Ilyenkor viszont adódik egy másik megközelítése is a témának, hogy amikor elérsz egy kisebb sikert, vagy egy nagyobb sikert, teljesen mindegy, melyik oldalról nézzük, akkor tovább fejlődni. Hogyan tudod őket motiválni? Egyrészt azzal, hogy tovább-tovább fejlődjenek, tehát hogy ne álljanak meg a fejlődés útján, a másik pedig az, hogy ne elégedjenek meg ennyivel, mint mondtad is, hogy önmagukat kell, hogy legyőzzék. Szerintem, aki ebbe bent van, az nem is elégszik meg ezzel. Tehát amikor elértél mondjuk egy 700-as összetettet, akkor a következő az 750, aztán 800, tehát ez így megy a végtelenség. Tehát most a világ legnagyobb összetettje az 1140 valamennyi, tehát az egy brutális összetett, jó mondjuk ahhoz párosul egy 140-50 kilós testsúly. Tehát itt nálunk azért kisebb versenyzők vannak, tehát 82 félbe, vagy 90-be versenyzünk, csak a lányok azok 60-ban, mínusz 60-ban, mínusz 67 félben, meg mínusz 75-ben. Tehát itt azért nem lesznek ekkora eredmények, de szerintem azt az ember saját magának így kitűzi, hogy mi az. Nem kell így nekem ezt külön motiválnom ehhez őket. A gyerekek, akik csatlakoztak hozzátok, példaképként tekintenek nyilván rátok, őket hogyan tudjátok tovább fejlesztésre, illetve azzal, hogy ott maradásra bírni. A legtöbb sportszervezővel, vezetővel, szakosztályvezetővel, vagy éppen edzővel beszélgetünk, mindig megneveznek egy bizonyos pontot, egymástól függetlenül, hogy a mai gyerekek a számítógépek világába, illetve a sokszínű sportágak, mert ezen kívül akár 10-20 sportágat fel lehet ugye egy sportolót sorolni Szombathelyen és a vonzáskörzetbe, ami mondjuk elszívó hatását gyakorolja, akár a ti egyesületekre is. Igen. Ezért is mondtam, hogy így rostálódik a dolog, tehát valaki csak benéz, sőt volt olyan is, megnézett egy edzést, és már az edzésen nem jött el. Bár én mindig azt mondom, hogy először, aki már jön edzésre, megnézi, az ne nézze meg, az csatlakozzon be, igazából akkor tud belekóstolni. Én szerintem erre születni kell. Tehát ez nem úgy működik, hogy erőemelő. Tehát egy alaperővel azért rendelkezni kell. Azért én is látom azokat a... Tehát most nem, nyilván nem veszem el senkinek se kedvét, de mondjuk bejön valaki, megnézem, hogy mit csinál, és
mondom, hogy belőle soha nem szereljem elő, magamba. Persze nem mondom bele, tehát a mozgás az mindenkié, tehát az legyen mindenki, tehát szeretem, hogy járnak az emberek, segítek is neki, csak tudom azt, hogy nem lesznek olyan eredmények, tehát akinek nincsen meg az alapereje, azzal lehet fejleszteni, de tehát azt úgy is látom már, hogy meddig fog elérni. A szezonotok, lehet-e mondani a versenyszezonnak, hogy vége van-e esetlegesen, vagy még van hátra versenyetek? Hát a magyar és a lengyel világbajnoksággal úgy érzem azért a nagy része lement a versenyszezonnak. Egy hazai rendezésű verseny van még, amire úgy néz ki, hogy hárman indulunk, a Mikulás Kupa, ez Kiskunfélegyházán lesz, de hát ez már csak ilyen levezetésnek mondható, mert nincs úgy nagy jelentősége, tehát nem is tudom hova tenni a rangsorba. Végezetül, aki esetleg kedvet kapott arra, hogy kipróbálja magát, vagy éppen megkérdezze, hogy belőle lehet-e erőemelő, és titeket szeretne megkeresni, hol és mikor tehetik meg mindezt? Hát szívesen várunk mindenkit. Facebook oldalunk az fenn működik, tehát ott is megtalálják a telefonszámot, lehet üzenni, vagy a Sugár úti sportkomplexumban hátul megtalál bennünket, hétfő, szerda, pénteken este 6 órától. Nagyon szépen köszönöm Antal Zsoltnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, sok sikert és gratulálunk természetesen a sikerekhez. A kedves nézőknek pedig a figyelmet köszönjük meg, egy hét múlva találkozunk, maradjanak továbbra is a Szombathelyi Televízió műsoraival, én további szép tévézést, jó tévézést és szép éjszakát kívánok. Viszontlátásra! Thank you.